És tisztelettel felkérem Csák János miniszter urat, nyissa meg az emlékülést. Tisztelt elnök úr, miniszter úr, államtitkár urak, helyettes államtitkár urak és asszonyok, intézményvezetők, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Klebersberg Kuno nevezetes volt arról, hogy, hogy mindent a történelem dimenzióiban szemlélt. A történelmet azonban nem múltbéli eseménytörténetként, hanem a jövőre vonatkozó tanulságok tárházaként kezelte. Kultúrpolitikáját így foglalta össze. A kultúrát egyfelől fenn kell tartanunk és gyarapítanunk, másfelől be kell vinnünk magyar nemzetem szélesebb rétegeibe. Ahhoz, hogy kultúrpolitikáról beszéljünk, tisztáznunk kell, hogy mit is értünk kultúrán. A kultúra egyrészt értelmezési keret, amely választ ad a miért kérdéseire. Tudnunk kell, hogy milyen emberi jókat akarunk ápolni és megőrizni. Ilyen jó a béke és a biztonság, a kötődés és a valahova tartozás. Ilyen jó az, hogyha tudunk gondoskodni magunkról, szeretteinkről és a közösségünkről. Az, akinek nincsen elképzelése az emberi jókról, aki nem tartozik sehová, abban, annak miben lenne reménye? A politikai közösség a mi értek tisztázása után adhat választ a hogyanokra, hogy milyen eszközökkel is érjük el ezeket az emberi jókat. A kultúra másrészt energia. Az eredeti értelmében ez az ógörög energeia szó azt jelenti, hogy erő, amelynek révén a potenciálból teljesítmény lesz. A kultúra maga energia, cselekvést kíván, olyan, mint az a földdarab, amiben benne rejlik egy gyönyörű kertnek a potenciálja, de hogyha nem gondozzuk, akkor egy-kettőre fölveri a gaz. A kultúra célja adott közösség potenciáljának a kibontakoztatása. Ehhez pedig a közösségnek individuumok halmazából, identitással és önazonossággal rendelkező társulássá kell válnia. Enélkül a közösség nem képes kézben tartani a sorsát, megőrizni önrendelkezését és cselekvő képességét. Kultúra nélkül széthullik a közösség. Olyan, mint az a gyöngysor, amelyből kihúzzák a selyemszálat, a gyöngyök szerte gurulnak és betemeti őket a homok vagy a por. Klebersberg Kuno nyomán feltehetjük a kérdést, hogy mi is a mi specifikusan magyar értelmezési keretünk. Vagy ahogy Babits Mihály fogalmazta, miben is áll a magyar kultúra, mint szellemi jelenség és lelki örökség. A magyar kultúra meggyőződésem szerint két fundamentumon áll. Az egyik az imago dei, a másik pedig a magyar sors tanulságai. A magyar kultúra egyik alapja az imago dei, az Isten képére teremtettségben való hitünk. Erre alapul az emberképünk, és ebből fakad a másik ember méltósága iránti megbecsülésünk. Ez az az abszolút, maradandó és állandó tényező, amelyet meg kell őriznünk a történelem viharaiban, amikor változó divatok és téveszmék tombolnak a világban. Ha ezt az imago déit feladjuk, akkor minden emberit feladunk. A magyar kultúra másik fundamentumát a sorsunk tanulságai adják. Közhelyszerű, hogy a magyarok szabadságvágyók, de amellett túlélők is vagyunk. És amellett, bár ez sokszor hihetetlen, földhöz ragadtan realisták is vagyunk. Több mint 1000 éve élünk itt, geopolitikai ütközőpontban. Ökológiailag kivételesen vonzó Kárpát-medencében.
itt alkottunk konstituált életvilágot és rendet, amelyet több mint 1000 éven át nemzedékről nemzedékre képesek voltunk átadni. A konstituáltság azt jelenti, hogy az emberi állapotot sokrétű módon képesek vagyunk értelmezni. Persze koronként változik az a támasz, amely leginkább elősegíti a kultúra fönntartását. Vannak olyan idők, amikor ez a vallásban ragadható meg. Ilyen volt az életünk az oszmán támadások idején. Van olyan, amikor a politikai gondolkodásban jelenik meg ez a támasz. Ilyen például a mai korunk. És van, amikor a művészi reflexió segít át a nehéz időkön, ilyen volt a Bach korszak. És van, vagy lesz olyan korszak, amikor ezt a tudomány fogja ellátni, ezt a támasz szerepét. És hogyha jól kezeljük a tudományt, akkor segíteni fogja a magyar megmaradás és kultúra és szabadság ügyét. Hanvas Béla a világválságról szóló esszéjében azt állítja, idézem, a nagy örökség egyúttal kötelesség. Kötelezettség, hogy az ember tovább építse. A kultúrában születni nem csak annyit jelent, hogy élvezni az elődök művét és a kiváltságokat, amiket kaptunk, hanem annyit is, hogy előkészíteni az utódok kultúráját. Őseink ezt pontosan értették. Az, hogy ma mi itt szabadon élhetünk, és létezik a magyar alkotmányosság, annak a bizonyítéka, hogy ők minden nehézség ellenére megőrizték számunkra a magyar kultúrát. Pedig óriási kihívásokkal kellett szembenézniük. Vegyük csak Klebersberg Kuno korát. A magyar elitnek a Trianonban megalázott és felkoncolt országban, nemzetközi elszigeteltségben, ellenséges, triumfáló környezetben kellett nemzet stratégiát és az azt szolgáló kultúrpolitikát kialakítania. A zömében szegénységben élő és kiművelésre váró tömegben rejlő potenciál mozgósításához kellett intellektuális és anyagi erőt gyűjteni, éppen akkor, amikor megmaradt Kis-Magyarország egyébként erőforrás hiányban szenvedett. Vajon mit kezdeményeznének Klebersberg Kunóék ma, szembesülve a mai kihívásokkal? Szeretném idézni George Weigelt, aki egyébként Szent II. János Pál pápa életrajzírója. Következőt fogalmazta meg tavaly. Nyugaton a haszonelvűség és a gyakorlatiasság, valójában a metafizikai nihilizmus, az ismeretelméleti szkepticizmus és a morális relativizmus diktatúrájához jutottunk el, ahol az állam kényszerítő erejét felhasználva ráerőltetik a társadalomra a relativista idézőjelben etikát. És valóban, az instant élményre kondicionált fogyasztói tömeg báva tagon követi az egyre elvadultabb és képtelenebb woke és cancel őrületeket. Mit tehetünk mi ilyen helyzetben? Kövessük talán Pablo Picasso-t, aki élete végén az Újvidéki Új Szimpózion című lapnak, folyóiratnak adott interjúban hivatásos komédiásnak nevezte magát, mondván, hogy én megértettem koromnak szellemét, és kiszolgáltam minden szenvedélyét. Ha mi meg akarjuk őrizni a magyar kultúrát, akkor ezt nem engedhetjük meg magunknak. Feltétlenül persze értenünk kell a kor szellemét, de nem szolgálhatjuk ki minden szenvedélyét. Ugyanis nem tudunk engedni a kor szellemnek anélkül, hogy az önazonosságunkat és az önrendelkezésünket elnevesztenénk. Be kell azonban látnunk, hogy ahhoz azért nincs elegendő erőnk, hogy a világ mainstream vagy főáramú kulturális folyamatait megállítsuk, vagy tartósan félrefordítsuk. Tulajdonképpen ez a magyar kultúrpolitika legfőbb problémája. Hogyan tudunk
szigetként megmaradni. A normalitás szigeteként. Ezen belül a magyar állam feladata, hogy segítse a magyar részjárás tükröző világszínvonalú alkotások létrejöttét. Úgy kell fejlesztenünk a köznevelési, a tehetséggondozási és a pedagógus képzési intézményrendszerünket, hogy az növelje a kiművelt emberfők számát. A magyar jövő a kultúra innovációján és az innovációs kultúra elterjedésén múlik. Ezért jött létre a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Ez a programunk, és ezért fordulunk inspirációért Klebersberg Kuno példájához. Olyan megoldásokat kell találnunk, olyan egyensúlyokat kell kialakítanunk, amelyek fenntartják a magyar életvilág jövőképességét. Kitartóan fogunk dolgozni azért, hogy a partikuláris személyi vagy intézményi érdekek helyett a nemzeti érdek optimuma érvényesüljön. Ez ugye nem könnyű feladat. A nyugati mintára nálunk is létezik a kultúraipar, amely a sikert a megszerzett pénzben és egyéb erőforrásokban méri, nem pedig a nemzeti kulturális hozzáadott érték növelésében. Márpedig ennek a minisztériumnak a feladata nem a pénzosztás. Nekünk az a feladatunk, hogy öntudatos és cselekvőképes, kiművelt és magabíró emberek számát növeljük. Klebersberg Kunónak közel 10 év adatott programjának megvalósításához. De sokszor elmondta, hogy a kultúrában minden kezdeményezés csak évtizedek múlva hozza meg a gyümölcsét. Ő mindig 20 évet említett egyébként. Mi, mai magyarok, akkor végezzük jól a dolgunkat, ha újabb 100 év múlva, 2122-ben, a mi nemzedékünkről is megemlékeznek majd úgy, ahogy mi most megemlékezünk Klebersberg Kunóék nemzedékéről. Rájuk, a lelki állapotukra, a munkásságukra pontosan illenek Vörösmarty Mihály 1844-ben írott sorai. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, és a szellemharcok tiszta sugaránál oly magasra emertük, mint lehet, mondhatjuk, térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat, ez jó mulatság, férfi munka volt. Éljen a magyar kultúra, éljen a haza!